Koncert után egy másik kulturális területre elvezünk, méghozzá a festészet világába. Május 16-áig látható az új képek kiállítás a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban, vendégünk pedig a kiállítás három alkotója, ha mondhatom ezt, művésze, de egy különleges meglepetésnek köszönhető tulajdonképpen, hogy ti hárman egy kiállítás közös alkotói lettetek. Mesélj erről, Gábor! Kerekeselek festőművész barátunk titokban szervezte mindhármunk részére ezt a kiállítást. 10 képpel, 11 képpel állítok ki én, a barátaim pedig 6 és pontosan hány képet? Végül 9-et, 8-at. És igazából jól kiegészítik egymást ezek a képek, nagy részt olaj képekről van szó, én pedig 9 akvarellel jelentem meg a kiállításon. Ugye Elek gyakorlott kiállító évén gondolom tudja, hogy azért a legnagyobb öröm mégiscsak megosztani azt, amin egy művész dolgozik. Milyen visszajelzéseitek vannak, vagy egyáltalán milyen lelkülettel készültetek erre a nyíregyházi kiállításra? Szerintem mindenki nagy izgalommal, meg ugye tényleg így a spontán megkeresés miatt is jól motivált kellőképpen bennünket a felkészülésben a rövid idő, ami rendelkezésünkre állt. Nagy örömmel állítottunk ki, meg pont ez volt, hogy annyira nem volt idő ráfeszülni igazából, mert megjött ez a kérés, és így. Fontos ilyenkor egy kiállításon, hogy valamelyest kiegészítsék egymást mondjuk a művek, vagy a maga az individuum ugyanúgy meg kell, hogy jelenjen, hiszen végül is három külön személy, külön lelki világa jelenik meg a képeken. Véleményem szerint teljesen külön választható mind a hármunknak a művészete, ahogy belép az ember a kiállító térbe, látja, hogy ezt Gabesz csinálta, ezt Anna, ezt meg én. És nem feltétlenül szükséges az, hogy most egy koncepcióra épüljön egy kiállítás, mert úgy szép a világ, ha színes. Nagyon sokszor az a gondolatom, amikor művészekkel, mondjuk képzőművészekkel, vagy zenészekkel beszélgetek, hogy vajon megmarad-e ez a fajta kulturális érzékenység az emberben, ebben a világban, ami egyre inkább arról szól, hogy gyorsan tömegtermelésben készítsünk és fogyasszunk dolgokat, és mintha magából az életből ki is szorulnánk, és egy virtuális világba kezdenénk az életünket élni. Nem találkoztuk azzal a kérdéssel, amikor azt kérdezik, hogy megéri egyáltalán ma művésznek lenni? Hogy látjátok ezt a témát, vagy ezt a kérdést? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kifejezési forma, ezért nem, én legalábbis nem foglalkozom azzal, hogy megéri-e vagy sem. Hogyha örömet okoz másoknak is, akkor mindenképpen egy jó befektetés, úgy gondolom. Én mindig azt festem, ami éppen foglalkoztat, de úgy gondolom, hogy a többiek is így vannak ezzel. És én azért is mondtam az előbb, hogy ha bár külön témájúak a képek, mégis valamilyen módon így jól összeillik a hármunk kiállított képei, jó egységet mutat valahogyan. Mi az, ami a ti képeiteken eljön most ezen a kiállításon? Mi foglalkoztat titeket? Közben a nézők is látják a gyönyörű képeket. Bennem régóta érlelődött ez a sorozat. Tehát ugye amikor megkértelek, hogy állítsunk ki, akkor én mondjuk mindenképp sorozatba gondolkodtam, meg új képeket szerettem volna vinni, úgyhogy egy meglévő képemből kiindulva, ami egy 2016-os kép, kezdtem el felépíteni a 40x40-es és hasonló módon megfestett képeket. Egyébként az absztrakt áll hozzám is közelebb, mint Lurihoz, de az időszűke miatt így ezt láttam megvalósíthatónak, hogy egy ilyen sorozatot készítsek. Ez egy... Te. Igazából nekem nem volt semmiféle ilyen dolgom, hogy na most ezt direkt erre a kiállításra csináljam. Én folyamatosan
alkotok, meg ami éppen foglalkoztat téma, azt jelenítem meg. Nem nagyon szoktam így azzal foglalkozni, hogy most így mi megy ebben a mainstreamben, amit szokták most divatos szóval mondani. Ami az kedvem van, azt csinálok. Akinek tetszik, tetszik, akinek meg nem, semmi gond. Nézd a gabeszképét, vézz annáit. Látod, a felelősséget ilyen módon nagyon szépen akár le lehet pakolni, de azt gondolom, hogy messze nem erről van szó. Azok a képek, amelyek kiállításra kerülnek, azért nyilván evidens, hogy számotokra is kell, hogy tetszenek. De hát óhatatlan néha készülnek olyan munkák, amire mondjuk esetleg nem vagytok büszkék, vagy azon, az hogy van egy festőművész esetében? Előveszed és újra dolgozol rajta? Vagy van olyan, hogy az tényleg azt mondod, hogy hát ez kuka, ebből nem lesz semmi? Előfordul, igen, hogy az ember átfesti, főleg ugye olajképekkel lehet ilyenekkel játszani, meg a kereteket, a vakrámákat újra és újra felfeszíteni. Van ilyen, de olyan is van, hogy egy félretett kép egy-két-három év múlva teljesen új hatással van az tehát mondjuk rám, vagy az alkotóra, és egészen más dolgokat fejez ki. Sokszor elégedetlen vagyok a munkáimmal, és egy képet többször is megfestek. Van, amikor egy-két óra alatt is születik egy kép, amiben nagyon sok a véletlenszerűség, és úgy érzem, hogy az elkészült és tetszik, de van olyan képem, amit heteken vagy hónapokon keresztül is festek, aztán végül mégsem nyeri el a tetszésemet, és újra festem addig, amíg úgy nem érzem, hogy az elkészült ez a kép. A 11 képből igazából, ami ki van állítva, az talán 30-40 kép is született, mire ezeket a képeket úgy éreztem, hogy ki lehet állítani. Igazából, hogyha én elégedetlen vagyok egy képpel, még csiszolgatom, próbálkozom vele, és utána úgy fogom fel, mint ez egy jó vázlat, egy jó kiindulási alap, csinálok még egyet, ahogy Gabi is mondta az előbb, hogy egy képet kétszer-háromszor is megfestek, ha éppen úgy látom, hogy hát ez még nem az. És nem esek kétségbe, hogyha valami nem sikerül, legfeljebb azt mondom rá, hogy hát ez egy vázlat, és kész. Én úgy gondolom, hogy a nézők vagy a látogatók biztos, hogy ha lehet azt mondani, ezekkel a vázlatokkal már nem foglalkoznak, hiszen szemed gyönyörködtető a látvány, és azon se csodálkoznék, hogyha néhány árajánlattal is élne egy pár néző, hiszen olyan képek, amit bármelyik otthonba is úgy gondolom szívesen néznének, nem csak a kiállító terem falán, viszont még van rá lehetőség, hogy május közepéig megcsodálják mindezt. Hát köszönöm szépen, és hasonló termékeny időszakot és újabb kiállítást kívánunk nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.